Ez a szalongarnitúra pontos másolata annak a bútorzatnak, amely Sisi lakosztályában helyet kapott annak idején a kastélyban. Ezeket a bútorokat is megnézhetik a látogatók a gyulai Almási kastélyban megrendezett Sisi kiállításon. Szombat este viszont Sisi maratont rendeznek, vagyis este 6 órától éjfélig kínálnak a látogatóknak olyan programokat Erzsébet halálának évfordulóján, melyek felkelthetik az érdeklődést a korszak és a legendás királyné alakja iránt. 4 helyiségben mintegy 60 műtárgy és ábrázolás mesél a királynéről, és egy tucat interaktív installáció hozza közelebb személyiségét a látogatókhoz. Fábián Tamás kommunikációs vezető elmondta, már a kiállítás építésekor elhatározták, hogy rendszeresen szerveznek kiegészítő programokat a kiállítás mellé. A jegyet vásárlók számára plusz szolgáltatásokat is biztosítunk. Ilyen például az a séta, amelyet a kastély azon tereiben tehetnek, amelyen maga az uralkodónő is megfordult 1857 májusában, amikor a férjével együtt itt jártak a kastélyban. Velünk lesz a Gödöllői Királyi Kastély hivatalos Sisi hasonmása, aki hát egy vizitáció keretében fogadja majd a hozzáérkezőket. Vele is lehet majd találkozni, fotózkodni, szelfit készíteni, és aztán természetesen a belépővel a látogatók, azok, akik regisztráltak erre a bizonyos sétára, önállóan tudják majd felfedezni ezt a kiállítást. Az esemény nyitányaként felidézik Erzsébet legendásan jó lovas tudását, bemutatják azt, hogyan, milyen nyerekben ült a lovon. Az este egyébként 2 részből áll bent, a kastélyban a belépővel látogatható és élvezhető eseményeken túl lesz egy kinti része is a programnak, amely díjtalanul élvezhető. 18 órától a Dáma Lovas Egyesület fog egy bemutatót tartani. Sisiről talán köztudott, hogy kiváló lovas volt, de a kornak megfelelően és az öltözködésnek megfelelően tette ezt dáma nyeregben, amelyet speciális nyereg, oldalt ültek rajta a hölgyek. Ezt a nyerget ismerhetik majd meg az érdeklődőink egy bemutató keretében. A tényeken alapuló kiállítás mellett az este kísérő eseményei inkább az uralkodónőről szóló legendákra építenek. A szervezők a Sisi legendát 3 ikonikus filmmel is erősítik majd ezen az éjszakán. Este 7-től ugyanis a Kastélyparkban levetítik a Romy Schneider főszereplésével készült alkotásokat.